Ő fensége, Borbála királyné, felséges királyunk hites felesége és kísérete. A nagyságos Rozgonyi István, Győr és Fehérvár megyék ispánja, Csókakő várnagya, felesége, a nagyságos Szentgyörgyi Cecília úrasszony, leányuk Anna és kíséretük. A nagyságos Loszonci Bánfi László báró, Kraszna vármegye nemes és nemzetes ispánja, ura és birtokosa. Felesége a nagyságos Kusaj Katalin úrasszony, fiúk a vitézlő Losonci Bánfi Tamás és kíséretük. A Visegrádi Mátyás Király Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája nevű országos programhoz. A múzeum évről évre igyekszik történelmi témákat, eseményeket izgalmas módon, interaktív jelleggel tárni a nézők elé. Idén a középkori nemesi házasságok témája került előtérbe, amelyet több hagyományőrző csapat együttműködésével a Hattyú és a Grifnásza című előadással tettek a látogatók számára élvezetessé. Az előadás, amely a királyi palota mellett a Salamontoronyban játszódott, két nemesi származású fiatal házasság kötését mutatta be, olyan valós történelmi alakok felvonultatásával, mint például Cillei Borbála, Rozgonyi István és Szentgyörgyi Cecília. A nézőket is aktívan bevonták az eseményekbe, a program kezdetén beosztották őket a nemesi családokhoz, a vőlegény, a menyasszony, valamint a királyné udvartartásába. Az előadás során Rozgonyi Anna és Losonci Bánfi Tamás közötti, családjaik által előre elrendezett eljegyzésnek lehettek szemtanúi a látogatók. A lovagi történetekhez híven szerelmi háromszög alakult ki, hiszen a menyasszony igaz szerelme nem vőlegénye, hanem egy Forgács János nevezetű nemes volt. Az este során ennek a bonyodalomnak a kibontakozását, esküvői szertartást, lakodalmat, lovagi tornát, harcot, majd a boldog végkifejletet követhették végig a nézők. Jóban, rosszban! Gazdagságban, szegénységben. Jóban, rosszban, gazdagságban, szegénységben. Betegségben, egészségben, míg a halál el nem választ. Betegségben, egészségben, míg a halál el nem választ. A Szent Egyház hozzájárulásával hűséget fogadva neked. A Szent Egyház hozzájárulásával hűséget fogadva neked. A menyasszonyt az esküvő után nem sokkal megszöktették, és szerelme Forgács János oldalán a Salamontoronyba menekültek. Itt Lukács, a ferences szerzetes segítségével összeházasodtak, ezt követően pedig a nász éjszaka elhálásával felülírták az első szertartást. A Rozgonyi és Losonci családok, valamint a nézők fáklyákkal indultak el a toronyba, hogy szétválasszák a fiatalokat. Itt vagyunk mindannyian, megünnepelhetjük az ifjú hölgy és az ő urának a nászát. Örvendjetek! Árulást! Mit tettél? Így igaz. Nincs egy fél órája, hogy Jánossal hűséget fogadtunk egymásnak. És? Székek! Ahogy a törvények kívánják, el is hátuk a nászt. Az ostrom jelenet után Cillei Borbála, a királyné is megjelent a helyszínen. A családokhoz intézett beszédében Rozgonyi Annát és Forgács János nevezte meg, törvényesen is ifjú házasoknak. Magyarország királynéja vagyok. Első a királyság asszonyai közt. Nincs oly báró, püspök, nemes vagy közrendű, aki velem szembe szállhat. A hűség jutalma az uralkodói kegy. A lázadásé a bosszú és a hóhér hallosa. E palota és e város tanúja volt már egyszer, miként támadtak ádász haraggal egy felkent királynőre, s miként sújtott le a haragvó bosszú a bűnösre, veszejtette el írmagostul, s gyalázatban szerzett nevét, miként szólt a pejvaként a feledés sötétjébe. Döntésem szerint Rozgonyi Anna, drága hívünk István komesztőánya, Forgács János hites és törvényes felesége a mai naptól mindaddig, amíg az Úr magához nem szólítja őket. Így akarom, így parancsolom.
Az este során Kovács István a múzeum régésze rövid előadásában a programhoz kapcsolódóan középkori, elsősorban főúri és nemesi házasságokról beszélt. A Hattyú és a Grifnásza több hagyományőrző csapat közös munkája nyomán jött létre. Név szerint az Alba Societas, Compagnie de Noir, Scola Artis Gladiar Morum, Farkasok Íjász Egyesület, Fekete Hollók Lovagrend, valamint a Magna Societas Falconis csapatok, továbbá Dobai Márta és Szűcs Janka segítségével. A fellépők ruházatukkal, felszereléseikkel és az előadás során használt nyelvezettel az élő középkort hozták el a Visegrádi Múzeumok éjszakájára.